A görög államkincstár üres, az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap azonban az újabb hitelért cserébe további reformokat vár. A nemzetközi hitelezők azt szeretnék, hogy Athén folytassa a nyugdíjak csökkentését és ne emelje a minimálbért. A hitelezők megítélése szerint ugyanis a görög kormány túl optimista bevételi előrejelzéseiben. Alekos Flaburais, a kormányzati ügyek összehangolásáért felelős államminiszter csütörtökön a Mega görög televíziónak adott nyilatkozatában kijelentette, bízik abban, hogy az euróvezeti pénzügyminiszterek rigai tanácskozásán megállapodásra fognak jutni. Athén azt reméli, hogy megkapja az EU és az IMF mentőprogramból megmaradt utolsó 7,2 milliárd eurós hitelrészletet, valamint az Európai Központi Banknak a görög államkötvényekből származó 1,9 milliárd eurós hozamát is. A görög kormányfő közben Moszkvában tárgyalt Vladimir Putyinnal. Az orosz elnök azt mondta, hogy Alexis Tsipras nem kért segítséget, vagyis Görögország nem próbálja orosz hitellel törleszteni adósságát. Hozzátette, hogy az orosz-görög együttműködésből hasznot húzhat Athén. A két ország oroszországi mezőgazdasági vegyes vállalatok megalapítását tervezi. Így kikerülhetik az uniós embargót, mert a kereskedelmi forgalom Oroszországban nem minősül importnak.